leszedni a gyepről a földet úgy, hogy a gyep is maradjon. Hát nem egy egyszerű történet. Az tény. És itt mélyebbre nyúlod, aztán jön a gyep is. Próbálom nem mélyebbre nyúlni. Borotválunk, kérem szépen, borotválunk. Jelen vágjuk a nyakát. Elbasztom a lépést, itt meg kellett kanyarodnom ezért a trampolin miatt, és hát itt el van ez annyira ez a talaj, hogy ez egy kicsit felvágódott. Nem is tudom, mi a faszomat csináljak vele. Úgy tudnám helyre hozni. A dombról legrúlt annak ide, mikor küldöttük ide, és itt feldobáltam, jól nézzen ki. Itt van a föld, ami majd visszamegy a végébe. Itt van a letakarított gyep. Hát itt egy kicsit belerondítottam, de hát ez így sikerült.
most láttam, hogy ott van egy ilyen vékony árok, ami összeszedte a vizet és azért rázott el. Azért rázott el annyira. Ezt a sár az egész, na mindegy. Lényeg az, hogy így maradt. Ez a része is rendben van. Elindulok visszafelé. Mászott, mert most állítom, megindul a visszatöltés. Kanalat felakasztjuk. Csodálom ezt a szarvast. Ez a patkóból, ahogy ez össze van hegesztve, csodaszép. Ezt mindig megcsodálom, akárhányszor elmegyek mellette. Mindig megcsodálom, hogy micsoda egy gyönyörű szép alkotás. Akárki csinálta, nagyon profi volt. Mind lópatkó, minden egyes alkotrész a lópatkó. Fantasztikus. Állítom, hogy szebb, mint a lelene festve. Így rózsdásan, igazán patinás.